ha valamivel foglalkozol és szívvel, lélekkel csinálod, akkor lehetetlen, hogy ne legyen sikertörténet. Ah, ez ilyen promóba illő mondat. Hú, de nagyon jó volt. Ezt fogjuk majd bevágni. Ne! De! Igen, azért szófogadó, csendes gyerek voltam. Remélem, hogy ezt mondták rólam a szülők, meg akiktől kérdezősködtél. Nehogy fel van készülve, hogy én fel vagyok készülve. Igen, igen. Jó, sudár, ügyes, izmos gyermek voltam. Fő az önbizalom. Jó, hát tehát persze. Most ne haragudj meg. Tehát az én szakmámban azért kell. Kell, kell. Nem minden van innet jön ki, hanem azért látok, hallok, érzek, és ezeket összerakom. Én akkor ki is venném az első tárgyat. Na, egy pillanatot adjál nekem. Na, itten. Mit szeretnél? Légy szíves, hunyd be a szemedet. Neked nem kell kétszer mondani, én imádom a meglepetéseket. Tudod? Na most kinyithatod. Oh! Ez egy pertú doboz, jól sejtem-e? Ez ajándék? Ez ajándék. Az egész Spotify hallgatók. Azt azért el kell mondjam, hogy... Azt nem mondtuk, hogy 10 éves Pista bázik. Jaj, 10 éves Pista bázik. Isten éltes, ez köszönöm szépen, Pista megmondom bázik. Neki, hazamegyek. Egy érdekes dolog, amit rólam kell tudni, hogy ha baj van, akkor nagyon vicces vagyok. És így bementem, és akkor azt mondták, hogy csak nyugodtan üljek le, s várja meg, mondom, hölgyem, én nem nyugtalankodok ekkora veszteggel. És épp adja meg egy pár vizet, mert most elajulok. Nyugodjon le máshol, nekem szegál ki a kezembe. Még egy kis sztori, ha belefér. Kivágjuk, de mondjad. Na. Tényleg? Nem fér bele? Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Na ez jó meccs lesz, Csuri bácsi, nagyon jó lesz. Innen kezdjük.